Nem szokványos módon és helyszínen közös bemelegítéssel kezdődött a matematika verseny. A jó hangulatú medvematekot harmadik alkalommal szervezték meg városunkban. A nagy népszerűségnek örvendő megmérettetésre az ország több pontjáról érkeztek versenyzők, közel 1000 általános és középiskolás gyerkőc. A 6. osztályos Szabó Luca Loretta és csapata egészen Cecéről utazott városunkba, hogy számot adjanak tudásukról. Vannak olyan témák, amikben nagyon jók vagyok, de vannak azért egy kicsit olyanok is, amik nem jók, de hát néha a matek az olyan. Ha érted, akkor megy, ha nem, akkor nem. A medve szabadtéri matekverseny nem csak országosan, de világszinten is egyedülálló rendezvénysorozat, mely szabadtéri közösségi élményt ad a résztvevőknek a matematikán keresztül. A szervezők célja az, hogy minél több tanulóval megszerettessék a matekot. Egy laza hangulatú vetélkedő, ami kicsit egy piknikre hasonlít, vagy egy ilyen régi fajta akadályversenyre, ahol a gyerekek különböző állomások között vándorolnak, tehát az is része a versenynek, hogy ők mozogjanak útközben. A feladatok ennek megfelelően is inkább logikai jellegű, kicsit gondolkodósabb feladatok, és kevésbé a tananyagnak a szöges tudását kérik vissza. Az a cél elsődlegesen, hogy egy kicsit logikus gondolkodásban segítsük a gyerekeket, illetve jó kedvet csináljunk nekik, úgyhogy ennek megfelelően mókás hangulatot is teremtenek. A versenyen nem csak gyerekek, a felnőttek is számot adhattak tudásukról. A megnyitón részt vett Mészáros Attila alpolgármester is, aki elmondta, fontos, hogy már minél fiatalabb korban elsajátítsák a tantárgy alapjait, hiszen a jövőben ez még hasznukra válhat. Nem túlzás azt állítani, hogy azért a matematika nem a legkedveltebb tantárgyak közé tartozik, pedig hát nyilván tudjuk, hogy mennyire fontos a világ minden területén, bármilyen szakmát tekintve, akkor is van valamilyen matematikai köze, ezért is fontos, hogy megszeressék a fiatalok, a gyerekek a matematikát, és azt gondolom, hogy ez a verseny pont hozzájárul ehhez, hiszen játékos, sportos, szabadtéri formában járul ehhez hozzá. A versenyen a leggyorsabb és legjobb eredményt elért csapatok pedig már biztosan ott lehetnek a júniusi döntőben, amelyet Budapesten rendeznek majd meg.